Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban bemutatunk önöknek egy olyan görögkatolikus papi családot, akik állításuk szerint szelebúrdiak. Ha van kedvük, ismerjék meg velünk a Marosi családot! Különböző régi könyveket találhatunk itt nálatok. Miért különlegesek ezek? Nyilván görögkatolikus papként én elég sokat találkozok régi könyvekkel. Az egész terület egyébként, a Munkács Egyházmegye területe valaha ószláv nyelvű liturgia végzéssel dicsérték, tehát liturgiával dicsérték az Istent, és néhány fennmaradt, illetve hányódott össze-vissza. Ezek közül, ha valahol találok egyet-kettőt, akkor az általában meg szoktam őrizni, és két evangéliumos könyvünk van, ami ennek az időszaknak a tanúja gyakorlatilag. Templomokban itt-ott még elég sokat fel lehet egyébként ezekből lelni. Ez egy 1722-ben kiadott evangéliumos könyv. Az evangéliumos könyvvel végezzük ugye a szertartásainkat, a liturgiát, és ebből olvassuk fel az evangéliumot, mint a liturgiát. Ezt még tudnátok olvasni? Egyébként ezt tanuljátok? Tanuljuk. Mi a magyar vidéken már nem végzünk ószlávul, de az egyházmegyének a hivatalos nyelv az ószláv. Tehát jelenleg is hivatalosan ószláv nyelven van a liturgia, igen. Az evangéliumot azért többnyire most már ukránul, mi pedig ugye természetesen magyarul, a románok románul végzik. De olvasni tudjuk, de már nagyon nehéz. Nagyon nehéz értelmezni, és főleg amiatt, hogy ebben az időszakban, amikor ezt kiadták 18. században, még sok rövidítés volt, amit mivel folyamatosan nem használjuk, azért ezeket nem egyszerű olvasni. Tehát a szokás miatt bármikor el tudjuk ezeket olvasni, de sok szó már azért kicserélődött, és nem mindig értik már a szlávok sem ezt a... Súlyos ezt a... egy könyv azért. Igen, és szép is. És hát igazából azt mondtuk, ha a könyv mesélni tudna. Dédában születtem. Berek Déda, az két, jelenleg csak így ismerjük, hogy Berek Déda, de eredetileg két település, Mezőhomok és Berek Dédának az összecsatolása, összekapcsolásából jön létre. És akkor Berek Dédának van egy református és van egy katolikus része, a jelenlegi Berek Dédának. Én a homoki, úgynevezett homoki részen születtem. Igazából a falun belül ez az én gyerekkoromban, 80-as években, 70-es évek végén, 80-as években, ez még elég ilyen szét is vált. Nagyjából a dédaiak voltak a reformátusok, a homokiak pedig a katolikusok, és akkor ez, de igazából a falun belül egy vallásilag teljesen együtt tudtak élni az emberek. Ott születtem. Szüleim munkás emberek voltak, kétkezi munkások, ketten vagyok testvérek bátyámmal. Bátyám örökölte gyakorlatilag a földművelő életmódot, ő gazdálkodással foglalkozik, én pedig ugye pap lettem. És milyen szerepe van egy görögkatolikus lelkésznek a kárpátaljai magyar görögkatolikus hívek életében? Mennyire nagy ez az egyházközség? A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egy több nemzetiségű egyházmegye, amelynek az egyik része a magyar közösség.
Az Egyházmegyében több mint 25 esperesi kerület van, és ezen belül két úgynevezett személyi vagy nemzetiségi esperesi kerület van. Az egyik a magyarok számára, a beregszászi magyar-görög-katolikus esperesi kerület, és a másik pedig a románok számára Aknasz Latina környékén van felállítva, létrehozva ez a két esperesi kerület. A magyar kerület nagyszőlős beregszász és ungvár magyar lakta területeihez kötődik, tehát egy nemzetiségi személyi esperességnek is szoktuk ezt mondani. 18 pap van ebben a kerületben, tehát egy viszonylag nagy esperesi kerületről van szó. Közel 30 ezer magyar-görög-katolikus hívő van Kárpátalján, és mindannyian ebbe az esperesi kerületbe tartoznak. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy amennyire csak lehet, igyekezzünk az intézményi fejlődésünkre is odafigyelni, és hát azt gondolom, hogy a magyarság tekintetében, a magyarság hát lelkipásztori ellátásában azért felvállaljuk, és hát tesszük azt, amit tennünk kell. Amellett, hogy lelkészként tevékenykedsz, ez a hivatásod, 4 gyermek édesapja is vagy. Mit tartasz fontosnak a gyereknevelésbe? Lelkészként ez másabb lehet, mint egy nem lelkész édesapának? Vannak elvárások, amit velük szembeállítasz? A keresztény értékeket az természetes értékeként kell, hogy a családban meglegyenek. Tehát én nem azért, szóval nem szoktunk megfogalmazni úgy, hogy neked azért kell, mert papgyerek vagy. Ettől tartózkodunk. Nem mondom azt, hogy soha nem volt még ilyen, mikor elfogytak az érvek, és akkor nem volt olyan, hogy azt mondtuk, hogy hát a papcsaládnak ezt meg kell csinálnia, de nem erre törekszünk. Ha belegondolok a saját neveltetésembe, én nem papcsaládban születtem, mégis az egyházközségben való jelenlét, meg az erkölcsi értékeknek a képviselete, azt szerint való élet, azt a szüleim is megkövetelték. Tehát ez, szóval, hogy mondjam, az erkölcsi élet az nem papcsalád függő, az mindenki számára egyetemes érték. Tehát arra törekszünk, hogy ezt ők akár pap családban fognak élni, akár világi feladatokat vállalnak, és olyan hivatásuk lesz, a kereszténységet, mint alapértéket kövessék, és azt tegyék igazából az életüknek az alapjává. Nekünk. Hát, ukrán népdal. Ukrán népdal is? Készülsz ezzel a darabbal valahová? Hát, nem. Szeretsz zenébe járni? Igen. Mi benne a jó? Hát, hogy mindig fejtörő, meg vidám. Igen, vidám, ugye? Valaki még zenél valamilyen hangszeren a családotokban? Balázs közeli nétezett. Zsófi meg zongorázott, Maci meg most zongorázik. És te szereted, hogy négyen vagytok tesók? Igen. Miben a jó? Hát, hogy játszhatok mindenkivel, meg piszkálhatom őket. Piszkálhatod őket? Hogy szoktad piszkálni őket? Hát, hogy például Balázsnak mindig hajtogat, mondom, hogy játszál velem, meg játszál velem. Jó, Marcinak meg mindig nézem a telefonját, hogy kinek írogat. Zsófit meg nem annyira szoktam. Szóval fiúkkal szeretsz kötekedni egy kicsit, igen, ugye? És Zsófival mit szoktatok együtt csinálni? Hát olvasni, meg játszani. És anyával van közös programotok? Valamiben besegítesz neki? Hát a főzésben. Főzésben? Te is tudsz főzni? Igen. Mit tudsz? Mi a kedvenced? A sörkrumpli. Most nem árulok el nagy titkot, hogy a mi műsorunknak is a te könyved volt az ihletője, ugyanis sorozatba veszed a kárpátaljai magyar nagycsaládokat. Ez a te
életednek már a része, ha mondhatjuk így. Hány családdal találkoztál, vagy készítettél interjút eddig? Egyszer megszámoltam már, de hogy pont most hol járok, azt nem tudom. Ha azt nézem, hogy a két könyvben van 50-50 család, és nem is került be mindenki a könyvbe, és most félúton járok a harmadik könyvnél, tehát ez azt jelenti, hogy olyan 130-140 család, mint kárpátaljai magyar nagy család. És honnan jött az ötlet? Ezt így tervezted, hogy lesz egy könyv, vagy csak... Nem, ez mind egyik hozta a másikat. Tehát Orosz Ildikó, ugye rektorasszonyunk találta ki, amikor én oda kerültem a kárpátalja.mához, hogy én nagy családos vagyok, milyen jó lenne, hogyha én készítenék egy ilyen interjúsorozatot. És akkor ez elindult az újságban. Közben megalapult a Nagy Családos Egyesület, és Török Dénes az elnökünk pedig ő találta ki, hogy milyen jó lenne ebből egy kiadványt, egy könyvet készíteni. És akkor elkészült az első könyv is, és akkor én is azt gondoltam, hogy ez ennyi volt, tehát van egy könyvünk. Aztán gyűltek a családok, és akkor Dénes mondta, hogy hát akkor legyen még egy könyv. És már most már szinte így vártam, hogy akkor lassan lesz a harmadik könyvünk is. 2016-ban íródott, ha jól emlékszem, az a cikk, amiben a ti családotokat mutatjátok be, ahol szeleburdi családnak nevezed igen, magatokat. Igen. Ez igaz? Ez így igaz? Igen, tehát így láttatok volna bennünket, mielőtt megérkeztetek. Én eligazítást tartottam, hogy igen, tehát hogy én sokáig azért nem is, mindenki kérdezte, hogy magunkról miért nem írok, és én mindig úgy gondoltam, hogy a mi családunk nem olyan példamutató, hogy ezt annyira dicsekedni kellene vele, vagy mutogatni, mert hogy itt nálunk mindig van valami balhé, vagy vita, vagy rohanás, vagy összevisszaság. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy szeleburdi család vagyunk. Érted, hogy az egyik gyerek állandóan elveszlik, a másik mindig, nem tudom, divatmániás, vagy nem is tudom, mit Igen, Zsófinak volt egy ilyen időszak, amikor a ruhákat sorra szedte ki. Azt hiszem, hogy ő ezt már talán kinőtte, most Anna van ebben a korszakban. Balázs volt az, akit rendszeresen elhagytunk, tehát Mária Pulcsi gyalogozza rándoklaton, Tesco-ban, iskolában ott hagytuk, tehát voltak vele ilyen, de mindig megkerült persze. Hát ez a jó családi élet, nem minden idillikus, vagy nem minden olyan, amilyennek mások elképzelik. Ketten Pannonhalmán tanultok, ugye? Marci, te vagy a rangidős? Igen, már 4 éve. És miért választottátok pont a pannonhalmi gimnáziumot? Hát igazából volt több lehetőség is, de ez tűnt a legjobbnak. Több szempontból is sport, tanulás. Úgyhogy emellett döntöttünk, Balázs meg már ismerte a helyet rajtam keresztül. Ez egy kifejezetten fiúknak létesített... Csak fiúknak. Csak fiúknak. És ez így érdekes? Hát... 25 szobatársal érdekes. 25-en egy szobába? Igen. Hát most 25-en, jövőre majd 30-an leszünk. És mi leszel, ha nagy leszel, neked közel áll az érettségi? Gondolom megvannak már a terveid, hogy hova igen, tovább. Igazából két utat jelöltem ki magamnak. Az egyik az a jog és a Pázmány Egyetemen, a másik pedig a közgazdaságtan a Corvinuson. És majd eldől, hogy melyikre sikerül bejutni. És milyen a kapcsolatotok a szülőkkel? Jó. Jó. Ki anyával vagy apával jössze ki jobban? Ez attól függ. Hogyha vendégek jönnek, akkor inkább apával. Anya szeret rendet rakni, rendet tartani. És hogy jellemeznétek egymást? Mondj valamit Marciról. Morcos, kedves, meg jó fej. Hát, kicsit hiperaktív, de jó képességű gyerek. Amit meg akar csinálni, az meg is csinálja. És a lányok? Zsófi? Kényes. Kedves, nagyon segítőkész. És Anna, ő az ilyen kis családkedvence? Hát most igen, elég nehéz levakarni magunkról. Meg is egyszük utána, hogy te vagy Zsófi, a család második gyermeke. Rólad mit kell tudni? Hogy mutatnád be magadat? Hát 16 éves vagyok, Nyíregyházán tanulok, röplabdázok. Milyen szinten röplabdázol? Hobbiból vagy a suliból? Hát a sulinak van egy csapata, vagyis hát több csapata, és ott 2,5 éve járok.
És jövőre fogsz érettségizni, hogyha jól tudom. Igen. És milyen pályára szeretnél menni? Hát, vagy milyenre nem? Igazából Budapestre megyek, az biztos, és hát tanári és orvosi pályára biztos, hogy nem. Valószínűleg valamilyen kommunikáció, vagy marketing, valami ilyesmi. Szüleiddel milyen a kapcsolatod? Jó. Jó? Minden gyerek ezt mondja egyébként, de úgy igazából... Tényleg. Hogy jellemeznéd a szüleiddel való kapcsolatod? Mi az, amit megbeszélsz velük, vagy mi az, ami számodra fontos, hogy a szüleiddel megbeszéld? Hát a legtöbb dolgot meg szoktam velük beszélni, meg megbízunk egymásban. Hogy látod, nehéz volt úgy nőni, vagy nehéz úgy nőni, hogy a kis családban élsz? Hát kisebb korban nehezebb volt, hogy ugye pap család, és mindig megkaptuk, hogy pap gyerek, és hogy kell viselkednie, mármint hogy így a többiektől, de hát így nagyobb korban már megszoktuk, meg már tudjuk kezelni. És hogy jellemeznéd még a családotokat abból a szempontból, hogy mennyire vagytok kompakt család, mennyire tudtok egymásra támaszkodni, mennyire tudtok egymásban bízni? Nem, én azt gondolom, hogy még mi egy egységet alkotunk. Tehát lehet, hogy ez lassan fel fog olyan értelembe bomlani, hogy az Marci egyetemista lesz, jövőre már Zsófi is kirepül majd a családból. Tehát azt nem tudom, hogy a jövőben mennyire fogjuk tudni azt megoldani, hogy azért a szabad időnket mi együtt töltsük. Tehát eddig minden nyáron el tudtunk menni együtt nyaralni. Lehet, hogy eljön majd az az idő, amikor ez nem így lesz. Bár látok családokat, akiknél 30 éves gyerekek vannak, és mégis minden nyáron együtt mennek nyaralni. Hát ez lenne az ideális, ezt szeretném. Nem tudom, hogy ez így lesz a jövőben. Te Magyarországon születtél, Debrecenben. Igen. Hogy vezetette az utad ide Kárpátaljára? Hát igazából István miatt. Mind a ketten Nyíregyházán tanultunk. Én a tanárképző főiskolán, ő a szemináriumban, és ott ismerkedtünk meg. És aztán udvarlás, szerelem, házasságkötés, és ő ragaszkodott hozzá, hogy ő Kárpátalján akar élni, és ő, amikor elkezdett nekem udvarolni, akkor ezt mondta, hogy csak akkor udvarol nekem tovább, hogyha én ezt vállalom, tudom vállalni. És hát persze, hát fiatal az ember szerelmes, mi mást mondana, mint azt, hogy vállalja. És hát már most 20 éve vagyunk házasok idén, és akkor már 20 éve itt élek. És milyen pozitív vagy negatív oldala van annak, hogy lelkész feleség vagy, meg nagy családos édesanya? Én próbálom semminek nem nézni a negatív oldalát, mert az biztos, hogy lehetne gyűjtögetni negatív elemeket. Én csak a pozitívat nézem. Tehát azt, hogy a gyerekeink vallásos közegben, jó szellemiségben nőnek fel, ez nekem nagyon sokat jelent. Az, hogy együtt megyünk imádkozni a templomba, vagy olyan rendezvényeken veszünk részt, ahol a gyerekeink szintén vallásos emberekkel, hasonló gondolkodásúakkal találkoznak, ez nekem nagyon fontos. Negatívum, tehát nem az, hogy most az ember kirakatban él, amit ilyenkor persze, ugye mindig elmondunk, hogy papcsaládokra jobban odafigyelnek, ez nem negatívum, ez egy olyan hozadék, ami együtt jár ezzel az élettel, de ez is ad egyfajta tartást nekünk, hogy igen, akkor akárhogy nem viselkedhetünk. Lehet, hogy amúgy se viselkednénk rosszul, de így ez így megerősít bennünket. És az Istennel való kapcsolatotok, ez mennyiben nyilvánul meg a hétköznapokban is? Hát ahhoz képest, hogy papcsalád vagyunk, nem úgy kell elképzelni, hogy mi itt reggeltől estig zsolozsmát végzünk, meg imádkozunk. Az természetes, hogy étkezés előtti ima, mikor a gyerekek kicsik voltak, akkor rendszeresen együtt imádkoztunk. Most már azért ők nagyok, meg van a saját ima életük. De én azt gondolom, hogy ennek nem is úgy kell megnyilvánulnia, hogy látványosan együtt imádkozunk, hanem hogy van egy olyan légkör a családban, amit áthat a vallásosság. Hány éve vagytok házasok? Most lesz 20 éve augusztusban. És mi az, amivel életben tudjátok tartani a házasságot? Sokan mondják azt, hogy könnyű, meg mit tudom én, de azért 20 év az rögös út. Gyerekek kicsik, stressz, ingerültség, munkahelyváltás. Ez azért plusz feladatokat és nehézségeket ró mindenkire. Ti hogyan oldottátok meg a problémákat? Mi az, ami mindig előbbre vitt benneteket? Én azt hiszem az, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, és hogy a mai napig nem hagyunk addig békét a másiknak, amíg nem beszéltük ki a problémáinkat. Tehát, hogy amikor valamint vitatkozunk, vagy nem értünk egyet, akkor addig nyúzzuk egymást, amíg végül nincs valamilyen eredmény. Tehát nagyon szoros a kötődésünk Istvánnal egymáshoz, és ezen nem változtatnak a problémák sem.
Mi az, amit célnak tartasz a gyereknevelésbe? Például mi az, amit át szeretnél adni édesanyaként a gyermekeidnek, ami úgy gondolod, hogy ha már nem leszünk, ez akkor is legyen meg a gyerekek szívében? Hát nagyon örülnék annak, hogyha a vallásos lelkületet mindenképpen tovább vinnék. Tehát, hogyha majd akkor is mennének templomba, és akkor is imádkoznának, amikor már nem mi kényszerítjük őket arra, vagy nem mi miattunk kell. És sőt, hogyha azt látnám, hogy majd a gyerekeiknek ezt továbbadják, akkor érezném azt, hogy volt értelme a nevelésünknek. Egyébként pedig azt gondolom, hogy tehát azt szeretném, hogy a gyerekeim örömüket lejjék abban, amivel majd foglalkoznak. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy egyetemi vagy főiskolai diplomájuk legyen. Azt szeretném, hogy legyen egy olyan szakmájuk, amiben jól érzik magukat. Akkor mi épül itt? Pár évvel ezelőtt a Munkács Egyháznél Püspöke megalapította az Ortodox Jellemér Görögkatolikus Központot, és a Görögkatolikus Központnak az egyik része egy kollégium lesz, egy főiskolai kollégium, és jelenleg a főiskolai kollégiumnak a része épül, és a központnak a többi része az. A tervek szerint ez az épület lesz a főiskolai kollégium, görögkatolikus főiskolai kollégium, és egy szolgálati lakás lesz az épületnek ezen a részén. És itt most éppen melyik részében vagyunk? Itt lesz a szolgálati lakás? Ez a szolgálati lakás része lesz, igen. Nagyon szép, mindenhonnan napos. Láttam, hogy a nap azért délután 5 óráig biztos be fog sütni, nem? Ez eredetileg egy monarchiában épült épület rész volt, és akkor ezt próbáltuk megújítani, és úgy kiépíteni, kibővíteni. Igazából teljesen átépítettük, mert azért statikailag nem voltak már elfogadható állapotban. Viszont teljes egészében visszaépítjük az eredeti formájában, eredeti stukkóival, díszítéseivel, külső megjelenése szempontjából, és akkor ezt bővítettük ki a kollégiumi résszel. És milyen anyagiakból tudják ezt megvalósítani? Többnyire adományok, és hát legnagyobb adományozóként pedig a magyar kormánynak a segítség az, amiből meg tud valósulni. Kilencben szenteltek pappá, Tiszaújlak volt az első parókiánk, és Tiszaújlakhoz Tiszabökény és Csetfalva tartozott még filiaként. Utána történt az áthelyezés 2002-ben, és előtte pedig 2001-ben megkaptuk feladatként a Karásfalvi Liceumnak az építését. Először Orosz István tiszaújhelyi parókussal együtt, utána aztán egyedül végeztem az építkezést és a szervezését is magának a liceumnak. Aztán 2002-ben már csak Karásfalvával foglalkoztunk, mind a faluval, mind pedig a liceummal. 2006-ig laktunk Karásfalván, az első érettségiző osztályig gyakorlatilag mi vezettük a feleségemmel, Anitával a liceumot. És akkor 2006-ban kerültünk Nagybégányba, Nagybégány, Gut és Kisbégány közösségekbe. Ez volt az egyik legszebb időszakunk, Nagybégány. És aztán a tavalyi évtől gyakorlatilag, hogy fő feladatként az Ortodox Jellemér Központnak a szervezésével foglalkozunk, illetve a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Közösséggel. Ezen kívül pedig 2006-tól a görögkatolikus főiskolai lelkészséget vezetjük a közkeletű néven, ugye a görögkörnek a vezetője vagyok. Mai műsorunk véget ért, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!